szarvasbőrből készült glasszékesztyű, 19. századi széntartó, míderek, azaz derékfűzők hosszan lenyúlva a csípőre, és színes cilinderek, párták, mert bizony színesen öltözködni a reformkorban is divat volt. Láthattuk azon a pár napig nyitva tartó kiállításon, amit önerőből a füredi reformkori hagyományőrzők társasága állított ki. A különböző tagjainknak a relikviáiból gyűjtöttük össze ezt a kiállítást. Mindenki nagyon nagy híve a reformkornak, természetesen a tagjaink között, és csodás tárgyaik vannak otthon, amelyre most lehetőséget kaptunk, hogy egy kiállítás keretében megmutathassuk. Igyekszünk a reformkori tárgyaknak, illetve a korhűségnek megfelelni. Természetesen ilyen időtávlatból ez már nagyon nehéz. A ruháink azok egy replikációk, azért természetesen a tárgyak, amelyeket kiállítottunk, vannak nagyon régi tárgyak, de inkább a korhűséget próbálja tükrözni elsősorban. Nagyon szép kesztyűjeink vannak, amelyek meglehetősen régiek, a kiállított tárgyak között találhatóak ilyenek. Ezek a kesztyűk horgoltak, csipkéből készülnek, szatélnok, és van közötte őszbőrből készült nagyon finom kesztyű is. A napernyő a reformkornak egy fontos kelléke volt, egy dísze volt a hölgyeknek. Nagyon szép napernyőink vannak a tagoknak a jóvoltából. A ruháink azok 50-100 ezer forintnál kezdődnek a női ruhák, a férfi ruhák azok még borsosabb árat vonzanak. Nagyon lényeges benne a zsinórozás, a csipke, milyen mennyiséget rakunk, sejmet, szatént a ruhákra, milyen mennyiségben díszítjük a ruhát, úgy nő az ára is. A Kisfaludi Galériában a romantikus reformkori fesztivál alatt látható kiállítást Hári Lenke alpolgármester asszony méltatta, megköszönve a hagyományőrzők munkáját.